Folytatjuk a PCOS és az inzulin rezisztencia témáját. Ezen a héten is ezt járjuk körbe. Azt tapasztaljuk, és majd ti is látni fogjátok, hogy nincs abban egyetértés, hogy melyik a legtökéletesebb táplálkozás, hogyha ezzel a betegséggel küzdünk. Az az egy viszont biztos, hogy a mozgás nagyon fontos. Így van, ezt mindenki javasolja, sőt, elengedhetetlennek tartják az állapot javításában. És most megyek én is sportolni. Kész vagy, Atika? Kész, felfújtam. Köszi. Kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy melyik a legmegfelelőbb táplálkozás azoknak a hölgyeknek, akik inzulinrezisztenciával küzdenek. Nekem nincs saját véleményem, én azt tudom mondani, hogy mit mond az Amerikai Klinikai Endokrinológusok Társaság, az Amerikai Endokrinológiai Társaság, vagy a Kanadai Endokrinológiai Társaság, és ők azt mondják, hogy inzulin rezisztenciában, hogy egy dominánsan növényi alapú táplálkozást kell folytatni. Ami azért nagyon izgalmas, mert hogy amikor én kint voltam 2 éve ezen az Amerikai Életmódosítási Társaságnak a konferenciáján, ott hallottam egy előadást az inzulin rezisztencia kezeléséről. És akkor volt az az érzésem, hogy engem itt Magyarországon az egyetemen átvertek. Ugye amikor az inzulin rezisztencia, meg a cukorbetegség így bejön, bejön egy beszélgetésbe, akkor rögtön a cukorral van a probléma, nem szabad szénhidrátot tenni. Meg van ez a 160 g-os szénhidrát. Igen. Na, és akkor ott lement az előadás, ahol bemutatták a legújabb kutatásokat, és ezeket a legnagyobb ilyen amerikai endokrinológiai szervezeteknek az ajánlását, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen szénhidrátot kell enni, mert hogy közben menet közben kiderült, csak erről itt így lecsúsztunk, hogy a modern képalkotó vizsgálatokkal kiderült, hogy most azt is meg tudjuk nézni, hogy mi történik egy sejten belül. És kiderült, hogy az inzulin rezisztencia és ezáltal a magas vércukorszint és a magas inzulin szint az tulajdonképpen egy tünet. Tehát annak a tünete, hogy a májsejtekben és az izomsejtekben nagyon sok az úgynevezett intracelluláris zsír. És tulajdonképpen a zsír lebomlásnak a termékei gátolják az inzulin jelátviteli pályát. Tehát, hogy amikor én nagyon sok zsírt eszek, olajat, akkor tulajdonképpen az én sejtjeimben az inzulin érzékenység megváltozik, mert tulajdonképpen nem tud végigmenni a jelátviteli út, aminek az lesz a következménye, hogy jön a glükóz transzporter és beviszi a cukrot a vérbe. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megeszem egy banánt. Igen. Megeszem egy banánt, és akkor a banán szépen lebomlódik, és akkor lesz belőle egy cukor, ami ott megy a vérben, úszkál a vérben. Ilyenkor magas a vércukorszint. Ezt érzékeli az én hasnyálmirigyem, ami ilyenkor küld inzulint. Az azért nagyon fontos, mert hogy az inzulin kell ahhoz, hogy a sejt, az izomsejt meg tudja enni tulajdonképpen ezt a cukordarabot. Igen. És akkor van inzulin, van cukor, és akkor ezek úgy bemennek. Most az inzulin rezisztencia az arról szól, amikor magas a vércukorszintem, ezért a hasnyálmirigyem elkezd inzulin termelni, viszont az inzulin nem tudja bevinni a sejtbe ezt a cukrot. Értem. Mert valami történt. Na, és akkor ugye itt a nagy különbség, hogy mikor van az, amikor egy tünetet kezelek, és mikor van, amikor megszüntetem magát az okot, mert amikor azt mondom, hogy barátom, inzulin rezisztenciád van, minimális cukrot egyél, akkor tulajdonképpen nem lesz magas a vércukorszintem, mert nem viszek be cukrot. Aha. De a kiváltó mechanizmust, ami miatt inzulin rezisztenciám lesz, azt nem változtatom meg, sőt valószínűleg rosszabbá fog fordulni, mert hogyha nem eszem szénhidrátot, akkor mit tudok enni helyette? Általában zsíros mindenfélét, és ezáltal tulajdonképpen az inzulin rezisztencia ez romlik. És ezért van az, hogy a nagy amerikai endokrinológiai szervezetek, az Amerikai Endokrinológiai Társaság, vagy a Kanadai Endokrinológiai Társaság inzulin rezisztenciában is, és kettes típusú cukorbetegségben is ilyen növény alapú táplálkozást javasol. Tehát minél több növényt, de nem azt jelenti, hogy mondjuk húsmentesen. Tehát nyugtassuk meg az embert. Nem, ez nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy dominánsan. Tehát, hogy próbáljuk meg megnézni azt, hogy minél több teljes értékű szénhidrátot. Tehát, hogy nyilván a kanálcukor az rossz. Tehát, hogy minél teljesebb formájában fogyasszuk ezeket a növényeket, de hogy ez igazából segíteni fog. De közben én meg azt mondom, hogy azt is szokták mondani, hogy a zsírok meg nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy mondjuk a vitaminok oldódjanak. Ezért érdemes növényi eredetű zsírokat, magvakat fogyasztani ésszel. Aha. Tehát a dióban is van
olaj. Annyi pont elég, hogy felszívódjanak belőle ezek a zsírban oldódó vitaminok, ezek a DECA, DLKA vitaminok. Értem. Az is szerencsés, hogy életmódorvostannal foglalkozol, és az inzulin rezisztenciához mindig mondják a mozgást is, hogy mozogjunk. Abszolút. Azért, és ez nagyon-nagyon így van, mert hogy amikor egy izomsejt működik, akkor az egy ilyen kiskapu, mert akkor neki nincs szüksége inzulinra. Tehát, hogy amikor én elmegyek mozogni, akkor az egy működő izomsejt, mert szükségük van energiára ahhoz, hogy én mozogni tudjak, hogy így beszívják az inzulin, beszívják a vércukrot, vagy a cukrot, és nem kell hozzájuk inzulin. És ez abszolút nagyon fontos, mert hát nyilván, amikor mozgunk, akkor az izmaink, vagy az izomsejtjeink megpróbálnak felhasználni mindent, amiből energiát lehet csinálni, tehát hogy a sejtjeinkben lévő felszaporodott zsírmennyiséget is. Nagyon szépen köszönöm. Mit ajánlanál azoknak, akik ebben szenvednek, bár nagyon-nagyon eltérő véleményeket lehet hallani a 160 g-os diétáról. Igazából tényleg ezen a területen nagyon nehéz eligazodni, hogy milyen étrendet kövessen valaki. A legfontosabb kérdés, amit mi ebből kifog megpróbálunk közvetíteni, az egyik az megint az, hogy meglegyenek azok az alapelvek, hogy adott étel elfogyasztása hogyan hat az inzulin és vércukor szintünkre, itt ugyanúgy acelluláris szénhidrátoktól kezdve egészen odáig, hogy prebiotikus rostokon belül például a rezisztens keményítők. Jelenleg a szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy az inzulin rezisztenciának vannak viszonylag egyértelmű mikrotápanyag hiányai is, tehát kezdve itt a krommal egészen az inozitolig bezárólag. Illetőleg egyértelműen úgy tűnik, hogy a növényi színanyagok, tehát flavonoidok, ugye amik a polifenol családon belül jól ismert dolgok, tehát fűszernövények, bogyós gyümölcsök, minden, ami valami élénk szint ad, ezek nagyon pozitív hatással vannak ezekre a folyamatokra. Illetőleg megint az a kérdés, hogy lesz valaki vékony testalkattal inzulinrezisztenses azzal, amit kell kezdenünk. Ez a két dolog, ez itt változatlan, amit az előbb említettem, illetőleg, hogyha valakinek az inzulinrezisztencia súly problémákkal is, vagy policisztás ovárium szindrómával, ami ott a leggyakoribb együtt jár, akkor mi a teendő? Ide kapcsolódik az, hogy természetesen az inzulinrezisztencia az egy gyakran diagnosztizált egészségügyi kérdés lett, hölgyek esetében és kapcsolódóan a várandósághoz is mindenképpen az. Más szempontból ezen nem kellene meglepődni abban az esetben, hogyha ezt úgy közelítjük meg, hogy úgynevezett takarékos génekkel rendelkezik az emberiség 70%-a, ami erre a fajta egészségügyi kihívásra, ha egyáltalán ez bizonyos mértékben az, hajlamosít minket. Miért a takarékos gén? Ez azt jelenti, hogy ha nagyon mennyiségben rendelkezésre áll kalória, akkor azt az emberi szervezet meg fogja próbálni raktározni, ahhoz, hogy a vérben lévő cukorból testzsír legyen, ahhoz inzulinra van szükségünk. Tehát mondjuk a policisztás ovárium szindróma az viszonylag biológiai tekintetben is egy kutatott kérdéskör, ebből kifolyólag, hogy akinek policisztás ovárium szindrómája van, ugye az S betű azt jelenti, hogy az inzulinrezisztenciás diagnosztizálásra került mindehhez, akkor ebből nagy valószínűséggel azt a következő következtetést is le tudjuk vonni, hogy ő takarékos génekkel rendelkezik, tehát később is oda kellene figyelni erre a kérdésre, azaz az étrendjére, életmódjára, hogyha normalizálni akarja egy életen keresztül a testsúlyát. És mi a véleményed, mert én csak ezt hallom mindenkitől, hogy 160 g-os diéta, ugye inzulin rezisztencia esetén, de hát mondjuk már megtanultam tőled, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az a szénhidrát. Így van, ez az egyik legfontosabb kérdés. És mi nem látjuk azt, hogy ez megfőképpen ki lenne fejtve, hogy mit akarunk akkor körülbelül a 160 g alatt érteni, ebben milyen élelmiszerek tartozhatnak. Neked ebben hány kilós vagyok én? Hát olyan különbözet számít az, hogy mondjuk valaki 60 vagy 80 vagy éppen 100 kiló. Sőt, az is számít, hogy milyen mértékű például a fizikai aktivitás valakinek az életébe, illetőleg, hogy a 160 g-nyi, nevezzük így szénhidrát, az az összkalória bevitelének hány százalékát jelenti. Emiatt van ezzel nekünk a legnagyobb kérdésünk, túl azon, hogy a nemzetközi szakirodalom nem ismeri, hogy 160 g szénhidrát diéta és inzulin rezisztencia, ez kvázi egy magyar találmány. És így önmagában még nem is feltétlenül merül föl ezzel probléma, de
Mi ezeket a megközelítéseket, hogy körülbelül 160 g-nyi szénhidrát, jobb esetben a már megbeszélt formákban, és mondjuk gluténmentes alapon, azt változatlanul a low carb, azaz a szénhidrát csökkentett rendszerek egy formájaként tudjuk értelmezni. Tehát, hogy mondjuk 120-160 g, én amúgy szeretem sok esetben az ilyen intervallumokat, hogy miben gondolkozunk, tehát a 120-160 g-nyi szénhidrát per nap, mondjuk egy nő esetében, hogyha gyermekvállási cél, akkor ez egy low carb étrendi megközelítés, mint mondjuk a paleolit szempontok. Ez azt jelenti, hogy akkor ott a zsírral ki kell majd azt az étrendet pótolni, hogy a megfelelő kalóriabevitel meglegyen, illetőleg a fehérje fogyasztásra is sokkal jobban oda kell majd figyelni, hiszen a hiányzó kalóriákat nem szénhidrátból, hanem fehérjéből és zsírból tudjuk pótolni. Számos olyan történet van, amely hitelt, erőt ad, és most következzen egy ilyen. Szabó Zsófi is megküzdött azért, hogy édesanyja lehessen, nehezített volt az ő gyermekvállalása is, mégpedig pontosan inzulin rezisztenciával. Az ő útja sikeres volt, hiszen Mendel már 2 éves nagyfiú. Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket, és a férjem is. De ő inkább most csak vezet, és én fogok beszélni. Remélem nem haragszatok meg, egy igazi autós videót kaptok most tőlem, mert nem szerettem volna a kisfiam mellett átgondolatlanul beszélni az inzulin rezisztenciáról. Ugye most ez a téma. Hát, mint ahogy tudjátok, én évek óta ezzel a betegséggel küzdök, és úgy derült ki, hogy mi már jó ideje akartunk a férjemmel kisbabát, és hát nem érkezett meg. Így orvosokhoz fordultam, és akkor kiderült, hogy inzulin rezisztenciám van. Nyilván, aki ebben szenved, tisztában van vele, hogy ezek a női betegségek kéz a kézben járnak egymással, tehát a PCOS, az endometriózis, az inzulin rezisztencia, de tulajdonképpen nálam is kimutatható minden. És én nagyon elkeseredtem, amikor azt mondták, hogy ha nem változtatok életmódot, ha nem követem a gyógyszeres kezelést, a diétát, a rendszeres testmozgást, akkor akár valós meddőség is lehet ebből. És ez nekem bőven elég motiváció volt ahhoz, hogy egyik napról a másikra összekapjam magam. Nyilván ez egyénfüggő. Én nem tudok soha titkos recepttel, trükkökkel szolgálni. Tehát tényleg ez egyénfüggő. Valakinek a 160 g-os diéta jön be, valakinek az, hogy minél kevesebb szénhidrátot fogyaszt. Különbözőek vagyunk, és higgyétek el azt, hogyha egy orvossal elkezdtek konzultálni, egy idő után látja, hogy mi hatásos, mitől indul be a változás, mitől lesznek jobbak az eredmények. Lehet, hogy többféle diétát, többféle gyógyszert fog nektek előírni. Nem kell feladni, próbálkozni kell, higgyetek magatokba, ez a legfontosabb szerintem. És az, hogy elhiggyétek, hogy van remény. Tehát, hogy tényleg olyan sok sikersztori és példa van előttünk, amiből lehet erőt meríteni, még hogyha az ember egy pillanatra azt mondja, hogy megint egy újabb hónap, amikor nem jött össze, és már megint, és nekünk mikor lesz gyerekünk, és már a teljes elkeseredettség uralja az embert, akkor is van miből erőt meríteni, higgyétek el. És bár nem ide tartozik, de pont most olvastam, hogy Debreceni Zita is várandós, és annyira gratulálok neki innen is, és ő is írta, hogy évekig vártak a babára, és pont ezek a szavak, ezek a sztorik, amit felvállalunk egymás előtt, segítenek egymáson, úgyhogy én tényleg csak azt tudom mondani, aki ezt a videót nézi, és aki követi Zita vlogját, hogy remélem, hogy eljön a várva várt gyermekáldás, hogy sikerül megküzdenetek ezekkel a betegségekkel, és felvenni a harcot, mert igenis lehet, és megéri, mert a legnagyobb csoda a gyermekáldás.
Most ismét úton vagyunk, mert egy olyan hölgyhöz megyünk, aki inzulin rezisztenciában, illetve PCOS-ben szenved. Vagy szenvedett? Mit mondhatunk róla? Hát, igazából már meggyógyította magát, nem? Szenvedett. Igen. Vagyis nagyon sokat javított a tünetein, sőt már két gyermek édesanyja is. Lehet, hogy sokan ismerik, hiszen a mindenmentes.hu-t ő csinálja, Andrássy Nórához megyünk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az ő történetére, és megígért, hogy főz nekünk valamit. Így van, én személy szerint a tüzetudományára vagyok kíváncsi. Hogyan kezdődött ez az egész? Hogyan jöttél rá, hogy mi a betegséged? Nehezen. Aha. De velem az történt, hogy megszűnt a ciklusom, tehát hogy így eltűnt a menstruációm, és akkor elmentem egy, hát nem hosszú, egyik orvostól a másikig, hogy mi ezzel a helyzet. Az első nőgyógyász úgy gondolta, hogy ezzel nincs probléma addig, amíg nem szeretné gyermeket vállalni. Mondtam, hogy köszi. Uh-huh. Akkor utána elmentem egy Google volt a barátom, akkor felmerült bennem, hogy van ez az úgynevezett PCOS, lehet, hogy nekem is ilyen van. Akkor tehát te saját magadat diagnosztizáltad. Hát, igen, sajnos. Nem, ez szerintem nem egy jó út, de hogyha nincs más, tehát hogy... Uh-huh. Utána kerestem egy nőgyógyászt, aki azt mondta magáról, hogy ő ehhez ért. Jó, elmentem hozzá. Ő diagnosztizált, tehát ő látta a jeleket, csináltunk terheléses cukorvizsgálatot, úgyhogy onnantól meg volt a diagnózis, és akkor ő próbált kezelni, de úgy nem éreztem sem a haladás, sem az, hogy... Ott lennék, úgyhogy akkor kerestem egy endokrinológust, mert hát még mindig olvastam róla, és azt találtam, hogy igazából ez egy endokrinológiai probléma. Mondom, jó, akkor menjünk el egy endokrinológushoz. És akkoriban indult egy központ, ahol kifejezetten ezzel foglalkoztak, Vadi Új volt, úgyhogy elutaztam másfél órát oda. Fél ötkor kellett indulnom, vagy fél hatkor? Fél hatkor oda érek egy 7 órás vérvételre, akkor oda jártam egy darabig. És akkor, hát így. És mik voltak az első tanácsok? Hát akkor azt a tanácsot kaptam még az első nőgyógyásznál, aki felállította a diagnózist, hogy akkor ezt a szénhidrát csökkentett 160 g szénhidrátos diétát tartsam. Röviden elmondta, hogy hány gramot egyek mikor, és hogy ezt hogyan számoljam. És így beletanultam, és akkor egy idő után ment, és hát ezt a tanácsot kaptam. Aztán az endokrinológusom, ő már gyógyszert is javasolt, hogy azt szedjek, meg ő jött rá arra is, hogy D-vitamin hiányos is voltam, tehát akkor is ez egy új dolog volt még, ugye nem, már régen volt. És akkor D-vitamint is elkezdtem szedni, és hát igazából itt megállt a tanács sorozat, tehát innentől ezen az úton haladtam, ezt csináltam. Még a mozgást javasolták, hogy azt mindenképpen. Na már most ez nekem nehezen, tehát nem tudtam volna beilleszteni az életembe, hogy öncélúan végezzek mozgást, hogy elmenjek valahova azért, hogy én mozogjak, tehát hogy ez nem. De új munkahelyen helyezkedtem el, ahova tudtam biciklivel menni. Aha. És ez nagyon nagy változás volt, mert napi kétszer fél óra, tehát összesen egy órát kerékpároztam. És ezt egész évben, tehát nyáron is, télen is, hóban, a 40 fokban is, egyébként ez fantasztikus volt. Nagyon jó érzés volt így egy kicsit télen kint lenni a szabadban, és szerintem ez nagyon fontos volt. Mert ugye egy évig kezeltem a PCOS-met mozgás nélkül, és utána arra még rájött ez, és akkor eltelt még egy év, és akkor kopogtatott a kislányom. Aha. Tehát teljesen természetes úton. Végül igen. Jött. Igen. És akkor te kutató gyógyszerész voltál. Igen, egy gyógyszergyárban dolgoztam fejlesztésem, igen. Aha. Na és akkor beletanultál, megszületett az első gyermek, és akkor először hobbiként elkezdted ezt írni? Hát ezt elkezdtem írni, ezt a blogot egy fél évvel azután, hogy PCOS-t diagnosztizáltak, mert hát meséltem a barátaimnak, hogy na hát ez történt velem, és most diétáznom kell, és így kell legyek. És volt egy barátnőm, az egyik legkedvesebb barátnőm, aki szeretett volna lefogyni, és mondta, hogy hát ez nagyon érdekli, hogy csináltam meg ezeket az ételeket ilyen low-carb változatban, mert hogy ez szerintem neki is jó lenne, de neki ez nincs türelme, és hogy írjam már le valahova, és akkor ő elolvas, és milyen jó lesz. Úgyhogy először konkrétan két embernek kezdtem elírni, a barátnőmnek és az anyósomnak, mert őt is érdekelte a dolog. És tehát miattuk tettem fel egy blogra, amiről úgy gondoltam, hogy így az interneten plusz egyedi bugyra lesz. Aha. És miattuk kezdtem el írni, és aztán megosztották a barátaim egymás között, és így elkezdett nőni a dolog. Aha. És hát így lett. Még a mai napig emlékszem arra, amikor 100 ember lájkolta az oldalamat, és teljesen megvettem, hogy van 100 ember, akit az érdekel, ez fantasztikus. És akkor itt van most már két könyv, ugye? Mm-hmm. És külön oldalad van, mindenmentes.hu, azt igen, te igen, vagy. Igen, ez az enyém.
Változott közben a világ a táplálkozásodban? Nagyon sok minden megváltozott. Hát nekem nagyon régi vágyam volt, hogy szerettem volna elhagyni az állati eredetű élelmiszereket. Az ilyen gyerekkoromban nyúlik vissza, és mindig történt valami. Tehát, hogy valamiért soha nem jött össze a dolog. Aha. És a legutolsó dolog, ami történt, az pont ez a PCOS diéta volt, mert az, hogy most kevés szénhidrátot egyek, akkor de azt növényi ételekből, tehát hogy ezt így nehéz volt összeegyeztetnem. És hát próbáltam ebből a keretből kihozni, amit lehetett. Ugye így születtek meg a könyveim is, mert azokban is minden recept vegán, de ezzel a szénhidrát megszorításos szemlélettel születtek. És akkor mikor is? 2 éve találtam rá erre a teljes értékű növényi étrendre. Aha. Tehát igazából tudatlanul addig is haladtam felé, csak akkor találtam meg ezt, hogy ennek van szakirodalmi háttere, van. Le van írva, tudományosan. Van hozzá ajánlás, tehát ezt így el lehet olvasni, és akkor de jó! És akkor azóta mi is a családilag ezt követjük. Na, és akkor most mit fogunk főzni, Nóri? Most egy banános hajdina palacsintát gondoltam. Ezt... Banános hajdinás palacsinta? Igen. Wow. Ezt reggelire szoktam főzni hétvégente. Jó. A gyerekeknek. És akkor ők is, tehát a 2 gyermek is így táplálkozik, félred is igen. Mindenki. Igen. Nagyon kevesen hiszik szerintem így elsőre rólad, hogy a PCO mellé még inzulinrezisztenciád is igen. van. Ezt is helyre tette ez az egész életmódváltás? Igen, igen, én úgy látom. Tehát, hogy azóta... Néha önszorgalomból elmegyek laborvizsgálatokra is, és aha. úgy látom, hogy jól vagyok. Meg egyébként úgy is érzem magam, tehát, hogy felismerem a PCOS, meg az inzulin rezisztencia tüneteit magamon, hogyha előjönnek, és most jól vagyok. Már elég régóta. Akkor nézzük, hogy hogyan csend a palacsintát, jó? Oké. Okay. Akkor készüljön. Ebbe beleraktad a hajdinát? Ezt beáztattam éjszakára, a hajdina van benne, meg vörös lencse. Vörös lencse és hajdina. No, és akkor... És együtt lázik a kettő? Egybe mehet nyugodtan. Igen. Aha, igen. No, és akkor teszek bele egy banánt. Banán. Uh-huh. Attól lesz édes, meg egy kicsit összetartja. Aha. Egyébként ez fenn van az oldalamon, szerintem még a fő oldalon megtaláljátok, mert nem egy régi dolog. És egyébként ezt az egészet te kísérletezted ki? Hát ezt igen, de tehát egy idő után az ember belejön, hogy mi az, ami működik, úgyhogy ez már nem volt egy olyan hűde nagy találmány. És itt nagyon méricskéznet kellett egyébként, hogy mennyi hajdina, mennyi vörös lencse? Nem, volt már egy ilyen receptem, ahol nagyon sok hajdinához tettem egy kis vörös lencsét, és akkor abból ilyen tök jó lepény lett, tehát így rugalmas is lett, meg össze is állt, és akkor gondoltam, hogy na, erre is jó lesz. Aha. Akkor teszek még bele lemmagot. Lemmag, aha. Ez fontos. Igen, ez 3 evőkanállam van. Aha, már nagyon ráérzéset csinálok. Meg egy kis kurkumát is szoktam tenni vele. A napi kurkuma adagunkat úgy esszük meg, hogy mindenbe teszek egy kicsit. És igen, azt hiszem, hogy ennyi. A lemmag az ugye azért is jó, mert összefogja, tehát hogyha kifelejtem belőle, akkor is szétfolyik szegényként, mert ilyen jó kis vastag palacsinták lesznek. A banántól édes lesz, meg egy kicsit ilyen, hát ilyen karamellesebb ízű. A vörös lencse az meg azért jó bele, mert akkor ettünk hüvelyes reggelire is. Nagyon igen, jó. Mondjuk nem valami sokat, de mindegy valamennyit. Aha. A hajdina, hát az meg egy teljes értékű gluténmentes gabona. És ebben az a jó, ebben a palacsintában nagyon sokan nem szeretik a hajdinát, de ez, tehát hogy ebben nem kifejezett az íze, úgyhogy... Nem lehet érezni. Igen, úgyhogy ezt meg is szeretik. Aha. Na jó, akkor most belevintok egy kis ízet. Segítség kell. Nem. Hogy mi? Most nagyobb adagot csináltam, hogy nektek is jusson, ha meg akarjátok köszi. Kóstolni. Én remélem, hogy megbirkózik vele a turmixét. Aha. Na, most ezt így összezümmölöm. Na, ez egy márványbevonatos serpenyő, van, aki ebben totál olaj nélkül szokta sütni a dolgokat. Aha. Én ki szoktam kenni egy icipici olívaolajat. Aha. Ugye, akik a teljes értékű növényétrendet követik, azok nagyon sokszor ennyit sem használnak, de én úgy gondolom, hogy ettől pont nem lesz kevésbé teljes értékű az étrendünk. És ilyen amerikai palacsinta szerint. Igen, aha. Hát ezt úgy szoktam, hogy a gyerekeknek ilyen ekkorákat csütök, hogy tudják mártogatni, meg könnyebben megfogják, a felnőtteknek meg az egészet. Nagyon jó. Erre rá lehet ülni egyébként? Persze, nyugodtan. Wow. Nagyon jó. Nagyon fincsi. Ez a jó kis házi lekvár. Wow! Te is eszel velük? Uh-huh. Na, gyere! Igen. Attika, várjál! Nekem most még dolgom van.
Nagyon az lenne jó, ha te is kóstolnál velünk azonnal. Kérni meg egyet, és hadd ide, légy szíves. Jó. Így jó? Hát mi úgy eszünk. Nagyon jó. Móri, azért már nagyon profi vagy. Nagyon profi. Igen? Örülök, hogy ízlik. Azért ezek végtelenül egyszerű dolgok, tehát mindig vagyok vele, hogy kicsit olyan nagy... Kicsit olyan nagy misztérium övezi az egyszerű, teljes értékű növényi táplálkozás. Szerintem nagyon egyszerű. Nagyon jó, tápláló. A sűrűsége miatt is, de jó. Ebben sincs semmi cukor? Csak a gyümölcs. Maka. Nagyon jó vagy. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fog tetszeni nektek is, ha megcsináljátok. Úgy járt ez a... Biztos vagyok benne. Kenyek neked is? Még egyes. Nekünk ez a 10 óraink már. Zabot ettünk reggelire, bogyott gyümölcsökkel. Igen, de... és mindig kása van. Igen? Köszönöm. És hétköznap a kását a férjem főzi, úgyhogy... Wow! Na. Nóri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mert... Én köszönöm, hogy eljöttetek. Mert nagyon-nagyon finom volt, és hát az egész történeted is... Hát fantasztikus. Látod, egyébként mindig az érintettből lesz a legjobb segítő, nem? Igen, észrevetted? Szerintem is igen, aki a saját bőrén érzi a dolgot. Igen. Tudja, hogy miről van szó, milyen érzés. Igen. Azokban a cipőkben el fog állni. Nagyon szépen köszönöm. A 160 g szénhidrátból ez mennyi egyébként? 5. Uh-huh. Úgy emlékszem, de aha. El kell nézni az oldalamon. Nagyon szépen köszönöm. Egészségedre. Tudjátok, megint rájöttem arra ezzel az epizóddal, hogy egyrészt a tudás mindig hatalom. Tudjátok azt, hogy mi zajlik a testetekben, aztán elkezdtek saját magatoknak segíteni, és lehet, hogy pont ilyen jó kis szakácskönyvek születnek, de ha már megvan ez a sok-sok segítség, akkor pedig nagyon jó élni vele. Segítsünk magunkon, és akkor talán a siker koronázza majd a mi életünket, a ti életeteket is. Jövő héten ismét jövünk, sziasztok! Attika nagyon finom. Kérsz te is egyet?